Köszöntöm Önöket FitMix című magazin műsorunkban, ahol mindig a szabadidős, életmód és a sport témáké a főszerep. Ezúttal a sakkal foglalkozunk, a vendégem pedig Nádasi Balázs, a Sárkány Diák Sport Egyesület elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lettek. Először ejtsünk néhány szót arról, hogy honnan jön a Sárkány az Egyesület nevében. 2006-ban jutottunk el odáig, hogy önálló egyesületté váljunk egy már létező egyesület szakosztályából kilépve, és alapvetően a gyerekeket kérdeztem meg arról, akik akkor voltak, most már sokan ugye felnőttek, hogy milyen egyesületi név lenne az, amit ők javasolnának. És volt egy-két ilyen visszasebb ötlet, és egyik gyere dobta be azt, hogy Sárkány DS-re. Annyi mindenképpen fontos volt, hogy utána a bírósági bejegyzés kicsit nehézkes, hogy ne legyen benne városrész név elnevezés, mert ahhoz penális ülésen az önkormányzatnak jóvá kellett volna hagynia. És nem akartuk ezzel fölöslegesen bonyolítani, illetve volt egy olyan javaslat egy másik klubnak a vezetőjétől, hogy a sakkot lehetőség szerint ne tegyük bele, mert akkor a pályázatainkat el se olvassák, így nincs benne a sakk, így lehet, hogy elolvassák, lehet, hogy nem kapunk semmit se, de legalább elolvassák. A helyzet az, hogy ugye a sport alapvetően fizikai testmozgással járó tevékenység, és a magyar törvények megengedik azt, hogy ennek úgynevezett szellemi sportok is, akkor még csak a sakk volt, amikor 2000-ben a sporttörvény bejött, most már azóta a dáma, a go és a bridge is versenysporttá változott, de az edzőképzés, a pályázati struktúra, a pályázati rendszerek, ezek a fizikai sportokra vannak kialakítva mai napig. Úgyhogy ezeket szerettük volna elkerülni, és egyik gyermeknek volt a javaslata az, hogy legyen akkor Sárkány DS-e, van egy ilyen létező mennyitás is a sakkban, és miután más jobb javaslat nem volt, akkor ezt szavaztuk meg, és viszonylag hamar fél év alatt be is edzett minket a bíróság. Említette, hogy köze van a sakkhoz a sárkány szónak, erre egy picit kitérhetünk még? A sakkban vannak olyan nem fix, hanem inkább mondjam azt, hogy gyakori állások, gyakori mennyitási állások, amelyeket régen az arab korban még tabiának mondtak, akkor még úgy kezdték az állásokat, a játszmákat, hogy megegyeztek abban a két játékosok, hogy milyen nyitásból kezdenek. És akkor azt rakták ki, tehát az első 15-20 lépést tulajdonképpen lesporolták. A sattnak a szabályai középkorban egy picikét megváltoztak, picikét felgyorsultak. Ugye a gyalog az egy helyet már kettőt is kezdhet, a futónak a mozgása, a vezérmozgása, a királymozgása tulajdonképpen másmilyen lett. És mondjuk a királyi pont nem, de mindegy, másik három égen. És voltak olyan rendszeresen előforduló lépés sorozatok, amelyeknek önálló nevet adtak. Sokkal egyszerűbb azt mondani, ha a sárkányításról beszélünk, hogy a sárkányvédelem, mint hogyha azt mondanánk, hogy az L4C5-20RF3D6-D4CD4-24-24-26-G6 mennyitás. Tehát ez csak egy, ilyenből ezer van a sakkban, és ezeket általában vagy egy sakkozóról nevezik el, aki rendszeresen játszotta, vagy egy városról, ahol egy olyan sakkverseny volt, ahol ez rendszeresen előfordult, vagy valamilyen állatról, ténylegesen, vagy bármilyen más fantázinév is lehetséges. A sárkány mennyitásban a sötét figuráknak a helyzete volt, akit egy sárkányra emlékeztetett, és ezért nevezték ezt így el. Érdekesség, hogy a kínai sárkány mennyitás, ennek a leágazása, az azért kapta a kínai sárkány nevet, mert egy Hollandiában élő sakkmesternek a felesége, aki kínai, az volt, aki ezt játszotta, és akkor ilyen értelemben nincsen köze egy kínainak megrazzolt sárkányhoz, de ezzel a módon kapta meg ezt a nevet az a nyitás. Rengeteg olyan nyitás van, ami egyébként Magyarországhoz kapcsolódó, ugye budapesti csel, magyar védelem vagy pesti védelem, magyar változata a Grünfeldvédelemben, sőt van ilyen is, hogy kecskeméti mennyitás, ezt Ajahén játszotta az egyik partjában, azt hiszem 1927-ben. Akkor ezeket itt találták fel Magyarországon, ugye? Itt találták ki őket? Azt, amiről ez a kecskeméti nyitást, azt Ajahén játszotta, és föl volt háborodva, hogy azt kecskemétinek nevezték el, és nem Ajahénnek, csak hogy róla már egy másik mennyitás el volt nevezve, és ezért kapta meg az a nyitás ezt a nevet. Grünfeldnek a magyar változatát a 70-es években magyar nagymesterek, mint például a Szaksz, a Ribli, a Dorian, ugye akkor nagyon jók voltak ők, ő dolgozták ki, mert más nagymesterek besegítettek, és rendszeresen magyar játékosok játszották, vagy a Királyindián is van egy ilyen magyar változat, amit szintén magyar sakkozók játszottak rendszeresen, és ezért van az, hogy a nyitás elméletben, ahol mondom, több mint 1000, kb. 1300-1400 mennyitású név van,
magyarok is reprezentve vannak, egy olyan 20-30 társ elnevezésével. A közelmúltban több fontos verseny, több kupa és diákolimpia is megrendezésre került. Milyen eredmények születtek? Nagyon jó eredmények voltak Haudubeszörményben, ahol két érmet szereztünk. Ugye van 12 korcsoport, tehát tulajdonképpen 36 érem. A 8 éves fiúknál a Giangtranam már az életének a 4. egyéni országos versenyét nyerve első lett, és a Tóth Timi pedig a 8 éves lányoknál lett harmadik. Hogy a NAM megnyerte, nem is annyira furcsa, mert ugye 2009 utáni gyerekek voltak egy csoportban, és előtte egy hónappal pedig Miskolcon nyerte meg a 2008-9-es diákolimpiát, tehát egy hónappal ezelőtt még az idősebbek között nyert, hát akkor most a egy évvel fiatalabbak között meg aztán egyértelmű, hogy az övé volt a győzelem, azt hiszem, hogy 9-ből 9 ponttal nyert. A Tóth Timi pedig pont az első két helyzettől kapott ki, mindenki más megvert, és ugye így a harmadik hely teljesen indokolt. Emellett pedig a csapatversenyen, ugyanebben az U10-es korosztályban, hogy az egyéni az két éves beosztásban van, a csapat pedig 4 éves beosztásban, ott az U10-es csapatot nyertük meg, ott is 6-ból 6 győzelemmel, a NAM-on kívül Szadai Dávid, Makai Márk és Dágsor Emília voltak a csapattagok. A Podmanicki kupa kapcsán láttam az eredmények között, hogy több kislány is előkelő helyezést ért el. Milyen arányban vannak a lány és a fiú játékosok? Mondjuk, hogy 8 éves korig majdnem egyforma, és aztán szép lassan a fiúk sokkal nagyobb számban lesznek, sokkal nagyobb arányban lesznek a sakban. Ez egy évtizedek óta tartó helyzet, amire mindenkinek van egy saját elmélete, hogy miért, de valóban a helyzet az, hogy ebben a pillanatban legalábbis sokkal több fiú sakkozik, mint lány. Az, hogy ez azért van-e, mert mondjuk a 100 évvel ezelőtt még egyértelműen úgy tartották, hogy ez egy férfiú játék, vagy pedig ennek egy olyan oka lehet esetleg, hogy a nők inkább kooperatívak, vagy lányok inkább kooperatívak a sakk, meg ilyen értelemben egy igazi verseny, ezt meg nem tudnám mondani. Tehát a helyzet az, hogy mondom, több embernek van több erre szóló magyarázata. De ebben a pillanatban is ez valós, hogy előbb-utóbb elfogynak a lányversenyzők. Ezen a Haudubeszörményi versenyen ott a 16 éves lányoknál 4 induló volt. Összesen pedig országos bajnokságról beszélünk. Ez akkor kevésnek számít. Nagyon kevésnek számít, hát ezért mondjuk, még hogyha országos verseny, és több napos, tehát utazni is kell, szállásétkezés is van, azért az, hogy egy korcsoportban ne jön össze legalább egy 10 játékos, az nagyon súlyos. Tehát ez a Magyar Sakkszövetségnek is egy olyan feladata lehetne, hogy több lányt megtartani a sakk mellett. Inkább a szülők viszik ezekre az edzésekre a gyermekeket, és ők rajtuk keresztül jelentkeznek a gyermekek, vagy ők maguk döntenek, hogy sakkoznak. Felefele arányban nyugodtan mondhatjuk, hogy megvan. Magyarországon verseny sakkozó, tehát olyan, aki kiváltja a Magyar Sakkszövetségnél a versenyengedélyét, egy 4500-6000 fő minden évben. Nem szokott 4500 alá menni, és nem szokott 6000 fölé menni. Ez nagyon alacsony szám ahhoz képest, hogy milyen sokan tudnak egyébként sakkozni, milyen sokan játszottak, akár gyerekkorukban, akár egy nyugdíjas klubban, vagy akár bárhol sakkot. Emlékszem, amikor én gimnazista voltam, testnál és nárok egymással a testülöltözőben sakkoztak. Pedig nem pont rájuk jellemző, ezt nem inkább a matematikához szokták ezt kapcsolni. Németeknél, ha jól emlékszem, akkor 8-szor annyian lakják Németországot, vagy körülbelül nagyságrendére 8-szor annyian, viszont körülbelül 20-szor annyian vannak leigazulva. Tehát ott a klub élet amúgy is magasabb szinten van, mint Magyarországon, de nagyon kevés a sakkozó, akik versenyszerűen játszanak. Viszont azt, hogy nagyon sokan tudnak sakkozni, az azt jelenti, hogy nagyon sokan olyanok vannak, akik valamikor esetleg gyerekkorukban versenyeztek, vagy valamikor játszottak, és szülőként átadják ezt a sakktudásukat a gyermeküknek, megtanítják nem csak nem tudom, milyen gyerekjátékok vannak, malmozni, vagy kinevet a végén típusú játékokat játszani, hanem esetleg sakkozni is. És ezzel a gyerek, hiszen képes felnőttel, szülővel, vagy nagytesóval partiban lenni, hiszen nincs a fizikai erőkülönbségnek szerepe a sakban, hogy ki mennyire nagy, ki mennyire gyors, ki mennyire erős a sakban, ez nem számít. Nagyon sok kisebb gyereke miatt nagyon nagy szeretettel játszik és élvezettel játszik, hogy képes arra, hogy idősebbek ellen is helytállhasson. Hát, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy fele arányban családi háttérből, vagy akár rokoni háttérből jön a sakktudás. A másik fele viszont azzal van, hogy nagyon sok iskolában, óvodában van szakkör. Ez 20 évvel ezelőtt még nem volt jellemző. Utóbbi időben
Tehát a rendszerváltás után kellett egy pár év, és körülbelül a 90-es évek közepétől ez kezdett elterjedni, a 2000-es évek elejétől pedig nagyon sok iskolában a sakkoktatás jelen van, most a óvodában is. Ennek a Magyar Sakkszövetség korábbi vezetője, a Kállai Gábor nagymester szerint az az oka, hogy sokan, akik korábban a rendszerváltás előtt sportárásban lehettek, hiszen mindenkinek dolgoznia kellett, és profi sakkozókat úgy fizették meg, hogy felvették őket mondjuk a MÁV-hoz, be se járta csak a fizetést felvenni. Keresni kellett valami új megélhetést, és nagyon sokan megtalálták az oktatásban ezt a jövedelemforrást. Úgyhogy nagyon elkezd sok helyen elterjedni, Budapesten belül is, de országos szinten is az iskolai sakkoktatás, néhány helyen az oldai sakkoktatás is, és ezáltal a gyerekek néha saját maguktól is, szülői segítség nélkül is bekapcsolódnak a sakkéletbe, másik oldalról viszont a családi hagyományokat tovább víve tanulják meg a szabályt, és akkor úgy kezdenek el sakkversenyekre járni. Létezik arra valamilyen javaslat az egyesületüknél, hogy hány éves korban érdemes elkezdeni? Amikor a figyelemterjedelem eléri mondjuk a 30 percet, tehát a iskolában is ez egy rendkívül szokásos probléma, elsősöknél, másodikosoknál, harmadikosoknál, de később is, hogy 45 percesek az órák, de egy gyerek esetleg csak 15-20 percet tud figyelni. Egy jó tanítónén ilyenkor az órába beleékre egy rövid szünetet, amiben tanulásról van szó, de nem konkrétan a könyvet vagy a táblát nézik, hanem esetleg csak szót ejtenek valamiről. Hogyha a gyermeknek a figyelme gyorsan elkalandozik, tehát gyorsan átvált, nem tud belemélyedni, tehát nem tud beleülni a sakkpartiba, akkor valószínűleg egy picikét várni kell, esetleg más valamilyen módon fejleszteni ezt a figyelmet, hiszen a sakk a képességfejlesztést érintően pontosan annyira jó, mint bármilyen más játék, minél többet játszik a szülő vagy nagytesó, rokon, tanár a gyerekkel, a gyereknek annál magasabb lesz különböző átvitt képessége arra, hogy figyeljen, tehát ezt aztán tranzitívnek szokták mondani, hogy tranzitív képességek, tehát az, aki megtanul figyelni egy játékban, az a figyelmét ez képes másra is fókuszálni, másra is összpontosítani. Úgyhogy ajánlás igazából nem életkorhoz kötődik, hanem inkább ahhoz, hogy mennyire képes egy gyerek figyelni, koncentrálni, a figyelmét fönntartani. Hány edzővel dolgozik most az egyesületük? Hárman vagyunk, tehát három csoport van. Jelenleg kedden és szerdán, de nagyon sokszor vannak gyerekeknek magánedzőik, ami egyáltalán nem baj, hiszen a sakkügy egy egyéni sport. Hogyha csapatban játszunk, akkor is az egyéni eredményeket adják össze, ugye ezeket hívják egyéni csapatversenyeknek. Nem kapnak így másféle tanácsokat a gyerekek, esetleg önöktől és a másik edzőtől? Ez nem jellemző. Nagy vonalakban biztosan nem történik ilyen, legfeljebb a mennyitás választására lehet erről szó. Hát az van, hogy van szakmai vita, hogy egy bizonyos gyermeknek milyen fajta mennyitás az, ami hasznos, hiszen a különböző mennyitások, amikor szó volt a interjú elején, azok másfajta állásokat hoznak ki. Vannak nyugodtabb állások, ahol hosszabb lesz a mérkőzés, vannak olyan állások, amelyekben ellenkező oldalú sáncolásnál gyors királyjelleni támadásról van szó. Olyan fajta ellentétes tanácsot, hogy amik alapvetően a sakkjátékot meghatározzák, biztos nem fognak kapni. Nyitásválasztásról lehet esetleg szó. A nyitásokat akkor ezek szerint a gyermekeknek a gondolkodás módjához igazítják? Igyekszünk. Azt tudni kell, hogy nem minden, tehát a világbajnokok sem ismerik az összes nyitást. Mindegyiket valamennyire ismerik, de az összes nyitás teljesen kidolgozva szerintem senkinek nincsen meg. Tehát ez egy képtelen feladat, a sakk ennél szertágazóbb. Az, hogy egy nagymester, egy mester vagy egy mester erőlt másod a nyitásokat ismer jól, az viszont teljesen elképzelhető. Emiatt elképzelhető, hogy valaki azt a nyitást tanítja inkább, amit ő maga ismer, és nem azt, ami a gyereknek a leghasznosabb lehetne. Ilyenkor szokás legfeljebb csak szakmai vita arról, hogy az passzol a gyereknek a gondolkodásmódjához, a figyelemképességeihez, vagy úgy egyáltalában a játék módjához, vagy pedig nem. A mesteri címet még több mint 100 évvel ezelőtt adták tulajdonképpen ki, a nagymesteri címet pedig nagyjából 100 éve, ha jól emlékszem, egy moszkvai versenyen 1914-ben, tehát még pont az első világháború kitörése előtt adományozta oda
az orosz szár. Többen vannak a játékosok, indokoltabb lehetne egy új kategória bevezetése, de volt egy Amerikába került magyar, az Élő Árpád professzor, aki bevezette azt a pontszámítási módszert, azért az élő pontoknak nevezik, amelyet a sakk mellett átvettek a bridgezők is, a gósok is. Fociban is van, amikor nem a FIFA által kiadott pontszámokat adják, mert az, vagy a, hanem a élő pontszámokat nézik. És az a pontszámítási rendszer jobban meghatározza a sakkozónak a többi sakkozóhoz képesti erejét, mint maga a nagymesteri vagy a mesteri cím. Akkor a közelgő versenyekhez is sok sikert kívánok, és az Egyesületnél végzett munkájához köszönöm, hogy itt volt velem. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Legközelebb is hétfőn jelentkezünk FitMix című magazin műsorunkkal, ahol a szabadidős, életmód és sport témáké a főszerep. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!